Hová tart a gravel kerékpárok piaca, mik a jövőbeni trendek, milyen változások várhatók ezeknek a bringáknak a terén? Ezekről fogunk most egy pár mondatban beszélni nektek. De először is tisztázzuk, hogy mi az a gravel kerékpár, nem biztos, hogy mindenki tudja. A gravel bringa látszólag hasonlít az országúti kerékpárra, hiszen koskormánya van, de valójában teljesen más, mint egy országúti kerékpár, mivel ezzel terepen is tudsz közlekedni, ballonos gumikat fogad, amik mintázattal is el vannak látva, éppen ezért abszolút lehet használni úgy, mint egy mountain bike-ot, nyilván nem annyira köves terepen, mint a hegyi kerékpárokat, de sokkal távolabb áll az országúti bringától, mint amennyire közel mondjuk egy montihoz. Lesarkítva azt is mondhatnánk, hogy a gravel kerékpárok némileg megmentik most a kerékpárpiacot, mivel két ága van jelenleg a kerékpárpiacnak, ami szárnyal. Az egyik az elektromos kerékpárok, ebből még a mostani visszaesés ellenére is brutális mennyiségek fogynak, és természetesen árés is van rajtuk bőven, tehát jól meg lehet belőle élni. Viszont a másik vonal, a gravel kerékpárok azok, amiből egyre inkább mennek fölfelé a trendek, egyre többen gondolják azt, hogy mondjuk egy cross-tracking bringa, vagy mondjuk egy hegyi kerékpár helyett inkább egy gravel bringát vesznek, hiszen nem fognak ők ugratókon közlekedni, vagy olyan sziklás terepeken lejönni, ahová egy mondjuk egy hegyi kerékpár szükséges lenne. De ez kicsit úgy van, mint az enduro bringáknál volt mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, hogy annak is nagyobb volt a füstje, mint a lángja, tehát azért úgy tűnt a médiában, mintha mindenki enduro kerékpárt szeretne venni, de azért valójában a bringaboltokban, főleg Magyarországon nem ez volt a jellemző. Gravel bringából sem fogy annyi, mint amennyi hírt adunk mondjuk mi is erről a trendről, viszont az is tény, hogy egyre többen választják inkább a gravel kerékpárt, ahogy mondtam is, egy cross-tracking bringa vagy egy hegyi kerékpár ellenében, viszont ha megnézzük, hogy melyik menti meg a piacot, akkor valójában az e-bike az, amelyik megmenti a piacot. Viszont pont ez a trend az, ami elkezdi egy kicsit bonyolítani a piacot, hiszen eddig volt az, hogy gravel kerékpár, oké. Most a gravel kerékpárnak is elindultak különböző úgymond szakágai, tehát különböző gravel kerékpárokat különböző felhasználási területekre szánnak a gyártók, nyilván azért, hogy minél többet tudjanak belőle eladni. Neked vásárlónak viszont nehezebb választani, hiszen melyik lesz az, ami éppen neked a legjobb, te egy sportosat szeretnél, vagy egy nagyon kényelmeset szeretnél, vagy egy full csomagokkal felszereltet szeretnél. Nyilván ezekre most már a nagyobb gyártók külön-külön modelleket ajánlanak, csak hogy egyszerű legyen a helyzet. És nem csak a vevőket zavarja meg ez a sok kategória, hanem a kereskedőket is, hiszen csak arra gondolsz, hogy egyféle modellből tartasz SML XL verziót, az már 4 bringa. Van mondjuk 4 felszereltségi szint, az 16 darab bicikli a boltban, és akkor még csak egy szegmensről beszélünk. Ha van a gyártónak 5 szegmense, az már 20 bicikli, és akkor mindegyikből még csak egy van a boltban. Belülről is ez látszik, hogy egyre nehezebb a helyzet, hiszen eddig mondjuk eladtál 20 000 darab gravel bringát, akkor 20 000 darabot kellett legyártanod, most lehet eladsz 30 000-et, de azt nem egyfajta bicikliből, hanem 5 fajta. Sokkal kisebb mennyiségeket gyártasz, több a dizájnváltás, több a bringaváltás, ez magának a kerékpáriparnak sem egy egyszerű helyzet. Viszont a marketingesek tapsolnak, hogy megint kurva jók voltunk. Hát igen, gyakorlatilag csak a marketing, meg a sales az, aki ennek nagyon örül, és akkor, hogy megvilágosítsuk, menjünk végig ezeken a kategóriákon, hogy milyen gravel bringa fajták vannak jelenleg, illetve mik várhatók a jövőben. Kezdjük a viszonylag új kategóriával, a sportos gravel bringákkal. Régen, amikor megjelent a gravel kerékpár, régen, azért ez sem tekint vissza olyan nagyon régi múltra, de amikor megjelentek a gravel bringák, akkor mindegyik kényelmes akart lenni. Volt a kényelmetlen az országúti kerékpár, és lett a kényelmes gravel kerékpár, amin kiegyenesedve tudsz ülni, amin nem fárasztó egész nap a nyerekben lenni. Na most ez az egész trend megváltozott, mivel egyre többen szerettek volna, vagy legalábbis a marketingesek ezt mondják, hogy egyre többen szerettek volna sportos gravel bringát. Amikor Matej Mohor is megnyerte a gravel világbajnokságot, akkor még nem is publikált Silex nyergében, akkortól számíthatjuk igazából azt, hogy a publikum elé lépett az, hogy igenis egy gravel bringával lehet versenyezni is, méghozzá a világ élvonalában is lehet versenyezni, viszont ez indította el azt a következő hullámot, hogy akkor most neked egy sportos gravel bringa kell, vagy pedig egy komfortos gravel bringa kell. Előtte is már létezett a Meridas Kultúra GR, ami igazából egy versenybringa volt kicsit ballonosabb gumikkal, de ez a VB győzelem bebizonyította azt, hogy egy valódi gravel bringa is képes lehet arra, hogy egy top versenyzőt a dobogó csúcsára repítsen. Ez a gép már akár 45 mm-es gumikat is fogad, ami az igazi gravel bringáknak az egyik jellemzője, hiszen még amíg ilyen 32, 35, 37-es gumikat lehet felrakni, azzal azért nem jön elő az a terepképesség, ami a 45 vagy a 45 mm-nél vastagabb gumikat fogadó bringáknál megvan. A kerék méreteknél, akár csak a hegyi kerékpároknál régebben, itt is ment egy forradalom. Ugye a Covid előtti időszakban nagyon divatos volt az, hogy 650B-s kerekek legyenek egy gravel bringába belerakva, mert ennél már kétszoros gumikat is lehetett használni, tehát ilyen 50 mm-es széles. De valójában a trend is egy kicsit elaludt ebben a témában, és úgy látszik, hogy az embereknek inkább a jó gördülési ellenállás és a 622-es gumik azok, amik megadják azt az élvezetet, ami nekik kell. Ezért már a pár gyártót kivéve mindenki 622-es gumikkal meg kerekekkel szereli a bringáját,
hát és ez a 650B úgy látszik, hogy kihaló félben van. A 650B ugye a 27,5 col. Ahogy a hegyi kerékpároknál, úgy a gravel bringáknál is terjed a tubeless rendszer, ami azt jelenti, hogy belső nélkül használod a kerekedet, tehát a külső gumi fel van rakva a felnire, van beletöltve egy úgynevezett tej, egy ilyen defekgátló folyadék, és igazából belső használata nélkül egy, ha nem is könnyebb kereket kapsz, de mindenképpen ellenállóbb az út felől jövő ütéseknek, nehezebb felütni a kereket, talán nehezebb vele szúrásos defektet is kapni, de ami lényeges, hogy a komfortot ezek a puhább nyomáson használható tubeless kerekek nagyban javítják, tehát sokkal kényelmesebb lesz tőle a bringa, és egyre több gyártó áll át arra, hogy már akár gyárilag így szereli a bringáját. Persze nyilván a tejet nem rakják bele, hiszen az belekötne, mire a kerékpárboltba eljut a bringa, de egyre több gyártó van, például a Giant is olyan, aki rögtön tubeless-esként adja a kerékpárját. Aki kételkedne a tubeless rendszerek előnyeiben, az menjen el valami olyan bringaboltba, ahol van tesztflotta, és próbáljon ki egy ilyen biciklit terepen, ami tubeless-ként van szerelve, és meg fogja látni, hogy mekkora különbséget jelent. Ami nagyon nagy különbség a tubeless-nél, hogy alacsonyabb nyomáson tudsz menni a bringával, sokkal kényelmesebb lesz. Az út felől jövő ütéseket sokkal jobban elnyeli, meg ami még lényeges, hogyha mondjuk felütöd egy kövön, ami azért a gravel bringánál nem egy sci-fi, hiszen mégiscsak nem egy vastag monti gumiról beszélünk, akkor nem tudja kicsípni a belsőt a kő, tehát jellemzően megúszott defekt nélkül ezt a dolgot. Mivel nincs benne belső, ezért a gördülési ellenállása is jobb a keréknek, tehát érzed menet közben is, hogy mintha haladósabb lenne a kerékpár. Az alacsonyabb nyomás miatt ugye eleve kényelmesebb lesz, mint hogyha fel lenne fújva mondjuk 6-7 bárra a gumid, és emellett nem kell annyira félned sem attól, tehát hogy egy normál belsős guminál, hogyha mondjuk úthiba van, vagy kövek, vagy ilyenek, rögtön kiállsz a nyerekből, mert ugye félsz, hogy defektet kapsz. Ha tubelessnél nyugodtan maradhatsz ülve, mert nem fogsz vele defektet kapni, vagy sokkal nehezebben. Amitől a Facebook csoportok nagyon hangosak, az a teleszkóp és a dropper poszt, tehát a leengedhető nyerekcső használata. Természetesen ez is megjelent a gravel kerékpároknál, általában a csúcsmodellek vannak ilyennel szerelve, hiszen egy jófajta gravel teleszkóp az nem olcsó, a Foxnak, Rockshoxnak vannak ilyen csúcsmodelljei, ezek nagyon jól működnek, nyilván a bringa összképét szerintünk rontják egy kicsit, nem néz ki olyan szépen a bringa, amikor egy teleszkópos villa van benne, viszont nagyon hasznos. Mentem már több olyan géppel, amiben volt ilyen teleszkópos villa elől, és tényleg jó a hatása, de mégis nagyon sokan idegenkednek attól, hogy ez legyen a bicikliben. A leengedhető nyerekcső megint egy olyan dolog, hogy nyilván egy hegyi kerékpárnál, egy enduro bringánál nagyon hasznos, gravel bringánál sokkal kevésbé érezni a hatékonyságát annak, hogy lejjebb tudod engedni a nyerget, viszont erre szintén volt már profi kerékpár verseny példa, ahol ezzel nyerték meg a versenyt, hogy a lejtőn sokkal nagyobb tempót tudott a versenyző azért menni, mert lejjebb engedte a nyerget, ezért lejjebb ment a súlypontja is. A droppernél jellemzően az szokott lenni, hogy mennyire vagy súlymániás, mert ugye bármilyen felső kategóriás droppert is választasz, azért egy 400 grammot hozzá fog adni a bringa súlyához, még egy sima karbon nyerekcsővel, ugye ezt le lehet belőle faragni, és azért 300-400-500 gram különbség elég sok egy kerékpárnál, tehát ha erre érzékeny vagy, akkor nem olyan lényeges, meg aki mondjuk először vett gravel bringát és megy vele terepen, annak nyilván nagy biztonságérzetet nyújt, hogyha ezzel megy lefelé, még aki rutinos bringás, annak meg lehet, hogy erre nem is lesz szüksége. És akkor jöjjön az egyik kedvenc kategóriám, ez a ruhák és cipők. Szerintem ez a legnagyobb marketing bullshit kategória, mert nincs olyan, hogy egy nem gravel cipőben, vagy egy nem gravel mezben nem fogsz tudni elmenni bringázni, az nem lesz komfortos, vagy nem fogja azt nyújtani, amit akár egy országúti bringán vagy egy montin. Arról nem beszélve, hogy gravel bringára szemrebben is nélkül fel lehet baggy shortba is ülni, nem kell a testhez tapadó tapinaci, nem is mindenkinek áll jól, ha nekem sem. De itt látom azt, ahol a gyártók próbálnak minden egyes eurocentet kicsavarni a vásárlókból, hogy hát ha neked nincsen a legújabb gravel cipőnk, akkor bizony te nem fogsz tudni feltekerni, meg Toszkánába kinéznek majd a sarki kávézóból, mert hát gravel ruházat nélkül ez létezhetetlen. Ez az egyik új kedvenc magyar szavam. Az valós indok lehet, hogyha mondjuk valaki tényleg most veszi az első biciklit és ez a gravel, akkor egyszerűbb neki úgy tájékozódni, hogy kinyitja ott a ruházati katalógust, ahol a gravel ruhák és cipők vannak. Ha nem vagy benne biztos, hogy melyik cipő vagy melyik ruha lesz az igazán jó, akkor ez egy irányvonalat tud adni, mert én elmegyek például országúti cipőbe is gravelözni, ha tudom, hogy nem kell leszállnom a bicikliről, hiszen végig tudom tekerni az egész útvonalat, akkor egy merevebb talpú, hatékonyabb cipőben sokkal jobban szeretek menni. Még ha tudom, hogy ez egy túrázás városnézéssel van egybekötve, akkor meg nyilván egy olyan montis cipőbe megyek, aminek kényelmes a talpa, hajlik, lehet benne sétálgatni. Kerékpárversenyek. Ez is hozzátartozik a gravel kategóriához, és nagyon jó, hogy kialakult itt is ez az egész gravel biznisz, ugyanis egyre több színvonalas rendezvény van, amit kifejezetten a gravelözéshez írtak már ki. Ugye a hegyi kerékpározás az globális szinten is haldoklik, nem csak Magyarországon, világszerte mindenhol visszaesik a nézőszám, visszaesik az indulószám, még a gravel versenyek egyre népszerűbbek, és el lehet őket vinni olyan természetvédelmi területekre, olyan tájakra, ahol egyébként mondjuk egy hegyi kerékpárversenyt nem valószínű, hogy engednének megrendezni, meg nyilván
most Toszkánán végigbringázni egy Montival nem egy nagy flash, még egy gravel bringával viszont baromira jó. Egy jó kérdés, hogy hogy áll most az aránya a Monti és gravel versenyeknek. Az biztos, hogy a netezéseim közben sokkal több gravel rendezvény jön most már szembe, mint hegyi kerékpáros, pedig hát annak idén a Salzkammergut maratontól kezdve Garda Bike Festival, ezeket a rendezvényeket fejből tudtuk. Most ezek szinte láthatatlanok már a social médiában, a gravel rendezvényeket viszont nyomják ezerrel, lehet, hogy ezért is jön többet elénk. De az tény, hogy nagyon színvonalas versenyek vannak, sőt, igazából ezeket túrának is fel lehet fogni, majd az első 100 ember az küzd egymással, te pedig nyugodtan végig túrázhatod, akár felpakolva táskákkal is az egész távot, senki nem fog belőle kinézni, még mondjuk egy maratonversenyen azért egy csomagtartóval felszerelt Montival azért lehet, hogy egy páran kinevetnek útközben. És persze ne felejtsük el azt sem, hogy ez szintén egy nagyon jó bevételi forrás, hiszen általában a gravel bringák vásárló rétege tehetősebb, hiszen ha megnézzük, azért 400.000 forint alatt nagyjából semmilyen gravel bringát nem lehet kapni, tehát ez feltételezi azt, hogy az ember el fog tudni menni egy jó szállásra, el fog tudni tölteni több napot a versenyen kívül is akár azon a helyszínen. Nyilván ebben mindenki meglátta a turisztikai hivataloktól a versenyrendezőkig a lehetőséget, hogy itt megint csak bevételre lehet szert tenni, és hát az manapság mindennél fontosabb. Mi is elindulunk például a Veneto Gravel versenyen, amit mi túraként fogunk teljesíteni, ez Olaszországban kerül megrendezésre, szerintem látni fogtok erről is bőven anyagot nálunk. Annyi a különbség az előzőek elmondatokhoz, hogy mi kölcsönbiciklivel megyünk, mindent megpróbálunk sajtósként elintézni, és lehetőleg nulla forintból kihozni. És viszünk nagy üres táskákat, hogy a repi ajándékok is beleférjenek. Azért ezekről a széttagozódásokról meg trendekről érdemes még annyit megemlíteni, hogy egyikkel sem fogsz igazán rosszul járni. Tehát nyilván, ha nagyon specializáltan akarod használni, akkor érdemes mondjuk egy ballonos kereket fogadó bringa mellett letenni a voksodat, mondjuk egy sportosabb gravel helyett, vagy ilyenek, de valójában mindegyikkel tök jó menni, és ez olyan, mint hogy nyilván a hegyi kerékpárok között is vannak különbségek, de alapvetően, ha csak montizni akarsz just for fun, akkor majdnem mindegyik normális monti alkalmas lesz rá, ugyanez igaz a gravel bringára is.